Sziasztok, Kovácsovics Fruzsi vagyok, és ez itt a Petőfi Pódium. Töltsétek velem a következő 25 percet, és megígérem, hogy olyan dolgokat fogok elárulni, amiket még ezelőtt soha. Na figyelj! Tök fura dolog, lénynek lenni tudod, képzeljük csak ezt. Bármerre megyek, bármit is tegyek, te szemtelennek hiszel. Gondolj bele, milyen az életem, hogy ilyen senki nem szeret. Főleg éjjel van úgy, hogy utána kik amúgy alvó emberek. Pedig én, igen én, na jó zümmögök és szállok ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen, egy napig légy, egy légy. Pedig én, igen én, na jó zümmögök és köpök ezt én. De nekem is van szívem, s ha nem tudod, hogy milyen, egy napig légy, egy légy. Én egészen icike-picike koromtól kezdve énekelek, pontosabban hát anyukám leginkább. Mert ha vadászod meg mond, beletesz a zsebébe, belele, belele, beletesz a zsebébe, belele, beletesz a zsebébe. Úgyhogy szerintem nálam a zene, az tényleg, ahogy a nagykönyvben meg van írva, még szerintem anyukám magzati korába kezdődött. Egy napig légy, egy légy. Jaj, valami nekem szállt. Jaj, itt van! Mi az? Kalapálunk, kalapálunk, hadd lássam! Fűrészet és kalapács az erdei híd, így pikpak már is helyreállt. És jön a fűrész, figyelj! Róka, farkas, medve, bocs, hálálkodva mind-mind együtt gratulált. És figyelj, jön a csavarhúzó. Ha bármit meg kell szerelni, ő mindjárt készen áll. Csiszol, szögel, fűrészel, és minden helyre! Nagyon jó, még hangosabban! Ha bármit meg kell szerelni, ő mindjárt készen áll. Csiszol, szögel, fűrészel, és minden helyre! Hát gyerekek, egyszerűen szuper ügyesek vagytok! Csináljuk azt, hogy most ezt a zenekart kibővítjük veletek. Ti is a zenekarunkhoz fogtok most tartozni. Ebben a zenekarban minden gyerek tudni fog hegedűn játszani. 19 évesen, meg 20 évesen még azt gondoltam, hogy az én fő utam az a felnőtteknek való zenélés. Akkor azt hittem, hogy ebben tudok kiteljesedni. És aztán, ahogy haladtak előre a hónapok, meg az évek, láttam, hogy zeneileg ez nekem nem elég széles terep. És nagyon furcsa, hogy ezt mondom, de tényleg így van, hogy a gyerekzene a sokkal, de sokkal több lehetőséget rejt magában. Mindenki tud zongorázni. Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekközönség akkor egy hálás közönség, hogyha ők jól vannak motiválva, és hogyha ők le vannak kötve. Bár lehet, hogy ez nekem már annyira természetes, hogy ezt csak én mondom, mert ugye óvodapedagógus vagyok. Hogy játszunk hegedű? Mutasd csak! Húzzad! Nekem az egész életem a gyerekekről szól, tehát folyton ott voltam közöttük. Nekem nagyon-nagyon sok tudatosságot nem igényelt az, hogy én elkezdjek velük beszélni. Aztán nyilvánvaló, hogy amikor már a fősulira jártam, és tanultam azokat a dolgokat, akkor azok beépültek. Tehát, hogy valahogy a tudatosság lett egyfajta ösztönösség. Van egy furru, furru jár fenn a bán, este fújja párjának a csalogány. Nagyon jól csinál a hegedű, húzzad a hegedűt! Gyerünk! Nagyon jó! Van egy hegge, hegedű az ágy alatt, vonójával megpöccintem lábadat. Húz ki nyomban, játsz el egy szép dallamot, álmod előtt felvidítsd a pamlagot. Nagyon jól csinál a citára, amit engedünk, nagyon jó! Kölcsön adtam játékból a tücsköknek,
dühösök meg, és végül a zongora, hadd látom! Van egy zongorám az udvaron, billentyűjén klimpírozom szabadon, fehér után feketét ütök le, így másznak be hangjai a fülembe, így másznak be hangjai a fülembe, s fülemen át bekúsznak a lelkembe. Ezt még nem mondtam el igazából senkinek, de most akkor felfedem a titkomat, hogy én nagyon-nagyon-nagyon tehetséges voltam a zongorázásban. Én rettegtem a zongoratanáromtól, rettegtem egyszerűen, és anyukám akkor azt mondta, hogy jó, hát hogyha nem akar zongorára járni, akkor hagyjuk. És pont mostanában gondolkoztam el ezen egy csomót, hogy vajon hogy alakult volna az élet, hogyha én tényleg teljesen a zongorázás irányába megyek. És akkor utána furuljáztam, énekeltem, és akkor utána, amikor már kamasz lettem, és bejöttek ezek a tábortüzes baráti társasággal együtt iszogatós, eszegetős sztorik, akkor jött a gitár. Volt egy ilyen gitáriskola nevezetű könyvem, abból tanultam, mert hogy én abszolút csak ilyen magamtól tanultam ezt a gitározást, és akkor elmentünk Horvátországba, tengerpartra leültem, és akkor a romantikus gondolatok csak úgy jöttek. Hogy rám nézel egy pillanat, de már is megigézel az érzelem. Fél 11 van, az pont 10 órai idő nekem, úgyhogy itt van nálam az én mindig általában nálam lévő kellékem, az uzsis tasim, én ezt így hívom, mert nálam mindig van étel. Az én életemben az evés, ez egy központi dolog. Éppen ahol vagyok, legyen az bárhol, akár este színházban, ha nekem ennem kell, akkor eszem. És most is így eszem. Ez az inzulin rezisztencia téma, amit inkább úgy szoktam mondani, hogy állapot, nem betegség, az nekem egy kőkemény folyamat volt. De tényleg életem eddigi legnehezebb próbája, mert hogy az, hogy van egy inzulin rezisztenciám, az egy dolog, de mindemellett az egész hormonrendszerem meg volt borulva. Elég komoly harcaim voltak ezáltal magammal, és nekem ez egy nagyon-nagyon kemény másfél éves folyamat volt, hogy újra egy kerek egésznek érezzem magam. Az emberek, mikor elmondom, hogy jó, oké, elmehetünk ide, de én 7-kor enni fogok, mert nekem ennem kell, akkor az elsőre fura. És aztán utána ők is így belejönnek, és szembesülnek az égezre, ez tök jó, mert Fruzsinál mindig van kaja. Ha pingvin táncolunk, mi is pingvinné várhatunk, a jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat farhatunk, de most ülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkod, ha lábad ráz, ilyen egyszerű ez a tánc-tánc, kütött a láz, megőrülsz, amikor pingvint lát, de megleshetem majd én is azt, hogy mennyire hideg ez a téli sark. Mert táncolok, mert fekete-fehére pislogok. Ha! Egyszer volt, hol nem volt, én jól tudom, hogy igaz volt minden egyes szó. Hogy én minden dalomnak a születésére emlékszem. Emlékszem az izzadságcseppekre is, ha éppen azok voltak, emlékszem az inspirációra is, emlékszem a folyamatra, hogy a buszon hol jártam, amikor az a sor jutott eszembe, és hova írtam le. Addig leszek zöld színű, míg ide ír a szép szemüm, és van... Én Maglódon laktam gyerekként, úgy most is ott lakom, viszont Pestre jártam iskolába. Rengeteget vonatoztam, rengeteget buszoztam, rengeteget futottam busz után, és rengeteget bosszankodtam, amikor lekéstem egy buszt. Egy órát kellett várnom.
Én legalább tanulhattam például a törit, pösszint, a tézére. Csak Tóbiás a félnótás, de én tudtam addig, amíg meg nem csókolás. Megtanultam hasznosan eltölteni ezeket a kis lukakat a napomban, azt hiszem, és aztán valahogy az élet azt akarta, hogy ez tovább folytatódjon, mert aztán volt egy nagy szerelmem, aki meg pécsi volt, és hozzá is folyton vonattal jártam. Tehát én azt gondolom, hogyha összeszámolom, hogy mennyi időt töltöttem vonaton, az egy egészen kiugróan magas óraszám lenne. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon jellemző volt az életemben, hát nagyon sokszor utáltam. Az én apukám néha-néha hétvégéken barátokkal elmegy, hogy a tóba tekintsen, megnézze, hogy merre úsznak, mit lehet kifogni, amit aztán anyukámnak haza szokott hozni. Becavottját bedobja, megfogja a végét, parton ülve hallgatja kocsák fecsegését. Balaton vagy másik tó, tök mindegy, hogy hol vagy, keszek harcsa nem fontos, csak hal legyen, de jó nagy. Na figyelj csak! Egyik ilyen alkalommal én is vele mentem, egyedül csak az volt rossz, hogy korán kellett kelnem. Megkérdeztem apukámtól, miért beszélünk halkan? Azt mondta, hogy csönd kell, hogy a halat ne riassza. Becavatom, bedobom, megfogom a végét, parton ülve hallgatom a kacsák fecsegését. Balaton vagy másik tó, tök mindegy, hogy hol vagy, keszek harcsa nem fontos, csak hal legyen. Nem is beszéltük meg, hogy mit is mondanak a halak. Úgy bizony. Na hát akkor szedjük össze együtt, hogy milyen eszközökre van szükségünk a horgászáshoz. Ki az, aki tudja? Ehhez a patakhoz nagyon-nagyon sok élményem kötődik. Mikor egy gyerek voltam, akkor ez sokkal koszosabb volt még, és emlékszem, hogy ide jártunk tisztítani a patakot, mert hogy hát mégiscsak ennyire környezettudatosak voltunk. Miközben takarítottuk, volt egy pár kő, és így ugrándoztunk rajtuk, és hát egyszer rosszul ugrottam, és konkrétan belehasaltam, és így arccal bele a patakba, és hát undorító mocskos volt tulajdonképpen, rohantam visítva, sikítva, és sírva hazáig, hogy most mi fog történni velem, hogy egy ilyen mocskos patakba így beleittam. Ja, és megint mindjárt beleesett. Kifogtam egy keszeket, megkérdeztem, hogy van, azt mondta, hogy... Maglód, az nekem tényleg az otthon. Lehet, hogy ilyen lázadó periódusaimban volt, hogy na, én innen biztos elmegyek, de igazából mindig ide térek haza, szóval nekem ez a nyugalom. Ez az, ahol otthon vagyok, ahol ismerem az embereket, ahol ismernek az emberek, ahol rengeteg barátom van, ahol az a fajta biztonságom megvan, hogy bármi van, tudok bárhova nyúlni, és bármilyen feszült vagyok, és bármilyen zaklatott időszakom van éppen, hazajövök, és le tudok nyugodni. Nézd most rám, csináld azt, amit én éppen úgy, mintha a tükörben. Ki mindkét karodat, utána fogd meg jól az orrodat, mosolyog, hogyha én is nevetek, látod, így készülnek tükörben a vidám gyerekek. Hadd lássam. Húzkodd fel mindkét szemöldöködet, riszáld meg gyorsan a feneket.
mosolyog. Hogyha én is nevetek, látod, így készülnek tükörben a vidám gyerekek. Ugye egyre nehezebb lesz. Bungee-tok, bungee-tes, hogyha tud, menetelj. Most nem fontos, hova jutsz, mosolyog. Hogyha én is nevetek, látod, így készülnek tükörben a vidám gyerekek. Megesik, hogy elrontom a szöveget, üsd össze jól. Mindkét puha tenyered, mosolyog. Hogyha én is nevetek, látod, így készülnek tükörben. Maglódon ez az általános iskola, ide jártam első osztályosként, és ide jártam mazsorettezni, mert hogy itt van egy nagy tornaterem, úgyhogy igazából hát körülbelül 8 évemet majdhogy nem teljesen itt töltöttem ebben a tornateremben. És ez az iskola egyébként nagyon-nagyon kedves a szívemnek, mert emlékszem, hogy ugye már én nem jártam ide 8-osként, viszont a mazsorettársaim mind ide jártak. Minden hónap utasopéntek egy sulibuli volt, és annyira irigyeltem, és én sulibuliba akartam menni, beszöktem, és emlékszem, hogy az Eiffel 65-től szólt a Blue. I'm blue. Amikor bejött egy tanár abba a terembe, elkezdett nézni, és én kiugrottam azon az ablakon, és itt kimásztunk ezen a kerítésen. Azt hiszem, hogy nem hiszem, 5-es, 6-os vagy 7-es voltam, valamelyik arra emlékszem, hogy almazöld farmer nadrág volt rajtam. Erre tisztán emlékszem. Egy király volt. Ha Anni jó juhász lenne, birkanyájat legeltetne, de ha Anni jó lufi lenne, fellegekben fellevegne, úgy bizony. Ki legyen a következő? Nézzük, mondjuk. Mondja bele. Emese. Úgy fogunk hinni most, hogy mesi, jó? Mert az úgy jobban kijön nekem a szótagba. Oké, na nézzük, mit szeretnék. Katonát szeretnék, meg szerelmet szeretnék, jó? Na figyelj, előveszem a varázsfeltámat, és... Ha a mesi katona lenne, fegyverrel menetelne, de ha a mesi szerelem lenne, embereket boldoggá tenne. Na és akkor mondd meg, kis jánya nevedet. Léna. Léna. Hát akkor az utolsó a Léna lesz, ahogy itt a varázspálcám, és... Ha a Léna fruzsi lenne, gyerekeknek énekelne, én a Lénát nagyon szeretem, ha meglátom, meg is ölelem, így né? Az én gyerekkoromnak, pontosabban azt hiszem, hogy kiskamaszkoromnak, mert a kamaszkoromnak az egyik legmeghatározóbb pontja a mazsorettkedés volt. Imádtam, imádtam mindent, ami mazsorett, nagyon szerettem próbákra járni, rengeteget jártunk fellépni, és egyébként ezen a színpadon történt meg életem első fellépése is, közönség előtt a Patakparti Majálison. Ilyen dobásokat tudtam régen, most nem tudom, hogy sikerülni fog-e, sanszos, hogy nem. De sikerült! Na hát, ilyeneket tudtam. Csak más hiszi azt, hogy menő egyébként. Egy jó mazsorettes tudja, hogy ez tök bénzsa. Annyira szép helyen vagyunk, és az idő is gyönyörű, ahogy lehet látni. Én nagyon-nagyon szeretek utazni. Régen, amikor ugye volt ez a tehetségkutató, amiben voltam, utána egy nagyon-nagyon sűrű, nagyon-nagyon zaklatott időszak volt. Folyamatosan rohantam városról városra, és volt, hogy elaludtam a turnébuszban, felkeltem, és azt sem tudtam, hogy melyik városban vagyok. Én azt hiszem, hogy ez csak Amerikában van így, de hogy nem, ez lehet itt is így.
hogy mi már megy. Amikor annak az egészen hát furcsa időszaknak vége lett, akkor megfogadtam azt, hogy ha én újra koncertezni fogok, és lesz ez a lehetőségem, hogy én járjam az országot, ami egyébként iszonyatosan szép, akkor igenis figyelmet fogok fordítani arra, hogy hol vagyok. És ahol vagyok, az miért jó. Megkérdeztem a bácsitól, mi ez, kávézó, vagy kapatok el egy darab szalvétát, zsebkendő jelent, és ő adott nekem egy darab szalvétát. Józsika, Józsika csápol, száz karikán hegedülget, répa püré dala csendül, hop-hop, fancsali dob, hasa düllem. Józsika, Józsika boxol, hogy boxolsz? Hasba büfölve a holdat. Az heherész puha gombóc, fénykeze visszabobozgat. Nagyon figyelj! Józsika! Még nem? Józsika! Tök tuti mézzel a hagyma, sajtos heter vagy inikra, s kell csoki öntet a babra. Józsika, Józsika alszik, fortyogik agyvasz az álma, zöldegerek, lila macskák, és tömbbe szőszük el a bárna. Figyelj, ti jöttök! Józsika! Még nem? Józsika! Tök tuti mézzel a hagyma, sajtos eter vagy inikra, s kell csoki öntet a babra. Na még egyszer! Nagyon sokáig nem adtam fel a vágyamat, hogy artista legyek. Aztán végül ezt mégis elengedtem. Artista már nem leszek, az egészen biztos. Nagyon-nagyon szeretnék egyszer csak majd egy magánovodát. Nekem ez egy nagyon nagy vágyam. Ennek azt gondolom, hogy el fog egyszer érkezni a megfelelő ideje. Nagyon-nagyon érdekel a színházi világ. Engem nagyon érdekelnek a zenés gyerekdarabok. Ez is egy nagyon vonzó dolog a számomra. Imádom azt, amit csinálok. Tehát, hogy a zeneszerzés és a koncertezés, az is egy nagyon-nagyon-nagyon kedves dolog nekem. És hát most már egyre inkább ami a legkedvesebbnek látszik a számomra, az az, hogy legyen egy saját családom, és legyen egy saját gyermekem, vagy esetleg több. És azt gondolom, hogy az a jó, hogyha megvan ez a pár opció, amiből lehet választani. És aztán én azt gondolom, hogy minden szépen sorjában jönni fog, ahogy kell. Picike, picike, merre jártál az estetek? Köszönjük szépen! Sziasztok!